Na jó, de ez... Mondom. Jó napot kívánok, és szeretettel köszöntök mindenkit, és nagy szeretettel köszöntöm Márki-Zay Pétert, Magyarország leendő miniszterelnökét, itt ismét a 16. kerületben, Kertvárosunkban. Emlékszem, nem először tisztelsz meg, és köszönöm, hogy megint itt vagy, miniszterelnök jelölt úr. Emlékszem, még az előválasztási kampányban is egy nagyon jó találkozónk volt. És hagyj köszöntsem itt a kerületi Kossuth körnek néhány aktivistáját, akikkel mindjárt hamarosan egy kis akciót fogunk tenni, de ez a hagyd mondjam, hogy a helyszínválasztásunk sem véletlen, azon túl, hogy Kertvárosban találkozunk. Itt vagyunk a Rákosi úton, Szatmári Kristóf, hát idézőjelesen képviselőnek az irodája előtt. És hát bizonyára látják, és bizonyára már ismerik, hogy mindnyájunkon szoktuk hordani ez a bizonyos kék szalagot, amely az elszámoltatása korrupcióellenes küzdelemnek a jelképet. Úgyhogy meg is kérem szépen barátaimat, hogy tegyük ki ide Szatmári Kristóf irodájának a kerítésére ezt a kék szalagot, mert biztos vagyok benne, hogy Szatmári Kristóf is ingerenciát érez arról, hogy csatlakozod ez a mozgalomhoz, hiszen az elszámoltatás és a korrupcióellenes küzdelemben biztos, hogy ővele is partnere látunk. Na de miről szól ez egész? Hát ugye bizonyára látják ezeket az óriás plakátokat, amelyek már elindult a kampányok, az óriás plakátjaikon vannak, hogy fideszes kiváltságosok mennek. Hát szerintem Szatmári Kristóf is szimbolizálja azt a rendszert, amely ellen országosan Márki-Zay Péter miniszterelnök jelölt úr küzd, helyben pedig én küzdök itt Szatmári Kristóffal szemben, hogy a fideszes kiváltságosokat el kell küldeni az országba. Szatmári Kristóf ennek a gépezetnek a része, egy olyan rendszer épültje van az országban, ahol Orbán és a szűkebb körei főállásban lophatnak, és csak mellékállásban kormányoznak, és ehhez bizony szükségük van olyan gombgyomogató szavazó gépekre, mint például a Szatmári Kristóf, akik ezt a rendszert működtetik, és szavazatukkal és a döntéseikkel hozzásegítik Orbánt és körét, hogy lopjanak. És persze cserébe ő is kap valamit, hogy a helyi mutiait, a helyi kis dolgait ő is csinálhatja, és hogyha az általuk meghatározott körön túl ő nem lép, akkor ezt teheti. Persze, ha valaki túllép ezen, mint Völner Pál túllépett, akkor várhatóan elviszik. Szatmári Kristóf tudja azokat a korlátokat, hogy ő mennyit el. Ne felejtsük el, hogy Szatmári Kristóf az, akinek a nevéhez kötődnek a trafikmutik. Akinek a nevéhez kötődik, hogy a zöldségesénél nem adnak blokkot, adócsalnak és feketén foglalkoztatnak. Akinek a vagyonbevallásához képest havi több milliós eltitkolt jövedelme van. Akinek a badacsonyi nyaralójához attól az Európai Uniótól kap számára kiírt, célzott, vissza nem kivételő támogatás, amelyet persze brüsszelezéssel támad, és persze elkészül a nyaraló, a panzió, és hogy nem, azért mégis csak egy aszfaltozott út is épül oda gyorsan, hogy azzal is segítsék, és folytathatnám. Ez a Szatmári Kristóf ezért cserébe működteti ezt a rendszert, és olyan törvényeket szavaz meg, mint például a rabszolgatörvény, amelynek ő volt az egyik beterjesztője, vagy maga az önkormányzatoknak egy kisemmizés, hogy az iskoláinkat elvették, az önkormányzatok önállóságát megszüntették. Ez az a helyi küzdelem, amit én folytatok Szatmári Kristóffal szemben, mint látom, közben át is alakul kicsit az irodája, egy molinó is került ki ezzel kapcsolatosan, és egy kék szalag is van. És ez az országos küzdelem, amely pedig Márki-Zay Péter leendő miniszterelnök, most még csak jelölt, folytat a rendszerrel szemben. Át is adom neki a szót. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen, és szeretettel üdvözlöm a helyi Kossuth körünk megjelent tagjait, és nagyon köszönöm azt a küzdelmet, azt a munkát, amit folytatnak, és hát látom, hogy Katalin is többen vannak itt ugye az MMM-ből, úgy, ahogy jó magam is. Ez a küzdelem a korrupció ellen, ez abszolút meghatározó. Én azt gondolom, hogy csak akkor lesz Magyarország végre egy felemelkedő ország, mindannyiunk Magyarországa, ha lesz elszámoltatás. Tehát nem elegendő az, hogy föltárjuk a korrupciót, még az sem elegendő, hogy mi megszüntetjük és tisztes versenyben adjuk oda a vállalkozóknak a legjobb ár és a legjobb ajánlat szerint az állami megbízásokat, az uniós pályázatokat, hanem kell elszámoltatás. És nagyon fontos az, hogy ahogy mellettem a körzet képviselő jelöltje, közös ellenzéki képviselő jelöltje, a helyi MMM tagja is, vezetője is egyben, Vajda Zoltán képviselő úr mondta, ő személy szerint, ha nyílt vitában esetleg nem lesz alkalma Szatmári Kristóffal megmérkőzni, akkor majd a beszélőre fog bemenni hozzá. Nos, én ettől függetlenül nagyon bízom abban, hogy Orbán Viktor viszont ki fog állni egy nyílt vitára, és a mi pénzünkből fenntartott köztelevízióban lesz nyílt vita.
De még inkább abban bízom, hogy lesz kormányváltás, lesz rendszerváltás és lesz elszámoltatás. Olyan fölháborító korrupciós ügyeket is, trafikmutit már említettük, de ne csak Lázár Jánost dicsérjük meg, említsük meg Orbán Viktornak a vejét is, ugye a ledes közvilágítási projekt, ahol már az Európai Unió csalás elleni hivatala is megállapította a korrupció gyanúját, mint több mint gyanúját, és nyomozást rendelt volna el. Hát Magyarországon nem bizonyíték és nem bűnösség, hanem nyomozás hiányában nem csukták le Orbán Viktor vejét. Úgy gondolom, hogy ezt az állat is föl kell venni és föl kell gyűjtölítenünk, nem csak a trafikügyi száját. És hát itt van a migráns betelépítés üzlet Rogán Antal baráti körénél, akik 160 milliárdot dobtak abból, hogy bűnöző migránsokat telepítettek Magyarországra, és itt most nem az összes migránsról beszélünk, természetesen félreértés ne essék, hanem hogy közöttük voltak egészen pontosan nemzetközi körözés alatt álló bűnözők is. De hát beszélhetünk még nagyon sok hasonló fölháborító ügyről, Szijjártó Péternek is elég sok van a rovásán, ugye a lélegeztetőgépüzlet, szerintem legalább egy 100 milliárdos lopás történt, a kínai vakcina üzlet, ahol legalább egy 20 milliárdos lopás történt, és akkor mehetnénk még az autópálya építés, a vasútépítés és az összes többi projektjükre. Azt látjuk, hogy Kölner Pál az csak habatortán, az, hogy a kaszinó koncesziókat hogy ítélik oda, és hogy 10 milliárdos éves lopás van ebben is. A Fidesz csak a lopásról szól, hogyha mi megszabadítjuk a Fideszt a bűnözőktől, nem tudjuk, hogy mi marad belőle, de hogyha megszabadítjuk a Fideszt a bűnözőktől, ha megszabadítjuk a KDNP-t a Fidesztől, akkor azt gondolom, hogy ez az ország ez lényegesen jobb irányba fog elindulni. A legfontosabb az, hogy legyen elszámoltatás, akik megkérdezik, hogy de hát hogyan lehetséges ez, meg lehet-e egyáltalán csinálni. Kérem szépen, most kivételesen ne nyugatra, ne Párizsra vessék vigyázó szemüket, nézzenek Romániára. Ha Romániában meg tudták csinálni az elszámoltatást, akkor mi is meg fogjuk csinálni Magyarországon. És hát a mai napon azután, hogy Vajda Zoltán képviselő úrral most ezt a politikus aktust ezt megtettük, ezután még Hadházi Ákossal, aki az Európai Ügyészséghez való csatlakozáson túl egy másik garanciája annak, hogy igenis lesz elszámoltatás, igenis felszámoljuk a korrupciót, párt függetlenül mindenféle bűnözőt üldözni fogunk mostantól kezdve. Nos, Hadházi Ákossal is lesz még egy fórum. És ha már említettem, hogy Szatmári Kristóf irodája előtt vagyunk, és Szatmári Kristóffal Vajda Zoltán fog majd megmérkőzni, én azt is kértem Vajda képviselőjelölt úrtól, hogy jöjjön vissza abban az időben is majd, amikor nyitva van. Én ugyan nem járok erre, és ezért most ez az alkalom, ez hozzám igazított időpont, de nem akartuk hétvégén zavarni Szatmári Kristófot. Biztos vagyok benne, hogy kedden, amikor Vajda Zoltán vissza fog jönni és meglátogatja, és személyesen átadja a kék szalagot, akkor Szatmári Kristóf hirtelen meg fog változni, és ő is a korrupció ellenes küzdelem élharcosa lesz. Egészen biztos vagyok. Igen. Alig várom a kedden. Megjön a kedden, ha vár a kedden. Ez tényleg, de eszembe se jutott. Igen. No, hát ebben reménykedünk legalábbis, de ha nem, akkor pedig meg lesz az elszámoltatás, megszüntetjük a lopást, a korrupciót Magyarországon, pártállástól függetlenül, minden tolvajt, minden bűnözőt üldözni. Ez a igazi tétje az, hogy Magyarország ne legyen többé következmények nélküli ország. És akkor elindulhatunk végre fölfelé. Az egészségügy, a közlekedés fejlesztés, az uniós támogatások, bármelyik témát mondhatjuk, végre nem az alapján döntjük el a legfontosabb kérdéseket ebben a hazában, hogy melyikből lehet többet lopni. Nagyon sok sikert kívánok, és köszönöm szépen. Köszönöm szépen a helyi Kossuth-körnek, és köszönöm szépen Vajda Zoltánnak ezt a szimbolikus aktust, és leginkább azt, hogy ők aktívan hozzájárulnak ahhoz, hogy Magyarország egy jobb ország legyen. Köszönöm szépen, csak felfelé!